A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, itt vagyunk 1999-ben. Ebben az évben volt teljes napfogyatkozás Magyarországon. A nap tehát elfogyott, de a régi rendszer utcanevei valahogy nem akartak. Sőt, ragaszkodtak hozzájuk. Marx Károly közgazdász filozófus, akinek munkássága, tananyag a világ legnevesebb egyetemein is. Adódik a kérdés, milyen érvek szólnak amellett, hogy a Marx tér nevét megváltoztassák, és hogy vélekednek erről az ott lakók? Erről tartottak ma lakossági fórumot, amelyet Gyóni András, a körzet önkormányzati képviselője hívott össze. Tudomásom szerint ez egy egyéni ötlet volt, Botos Zoltán miépes képviselő úr vetette ezt fel az önkormányzatnál, ahol a kulturális bizottság elé utalták. Amikor mi ezt a Fejér megyei hírlapból megtudtuk, a téren lakók szinte kivétel nélkül tiltakoztunk ez ellen. Ennek bizonyítására aláírásokat gyűjtöttünk, és a tér lakóinak körülbelül 80-85%-a a tiltakozó ívet aláírta, 123 aláírás gyűlt össze. Tudnélik, véleményünk szerint Marx Károly neve az nem olyan név, hogy azt most meg kellene változtatni. Ez volt már az Egy Perc Retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.